Szép jó napot kívánok mindenkinek, itt is, a helyszínen, és a tévéképernyője előtt is, vagy akár a YouTube-on majd. Szili Nóra vagyok, immár 6. alkalommal itt. Salgótarján 100 éve város, és enyém az a megtisztelő feladat és bizalom, én kaptam meg, hogy havonta egyszer két Salgótarjáról, vagy Salgótarjánból származó, értéket teremtő emberrel beszélgessek, akikre méltán lehetünk büszkék, és abban is bízom mindig, hogy elhangzanak olyan mondatok, történetek, amik inspirálóak lehetnek mindenki számára. Szóval az én sztorim ma két hölgy sztoria lesz. Elsőként invitálom is Miketz Estilla színművésznőt. Akiről Verebes István azt mondta dicsőrőleg, hogy olyan, mint egy mesefigura. Majd ezt is megérteted velem, de kíváncsi vagyok ennek a mesefigurának a mesés történetére, hiszen akárhány beszélgetést olvastam veled, Estilla, mindegyikben az volt, hogy te már óvodás korodban, ergo itt Salgótarjánon totyogva, jövve, menve azt mondtad, hogy színésznő leszel. Tehát milyen volt az a pöttöm kislány? Hát szerintem néha elég idegesítő. Biztos vagyok benne, mert mindig volt bennem egy ilyen megmutatni akarás valahogy. Az óviban is verseket mondtam állandóan, amikor csak lehetett, anyák napja, hamuba sült pogácsa, emlékszem, hogy akkor talán nem tudtam, mit jelent, de ezt nagyon mondtam, ilyen bármilyen ünnepségen énekeltem, szóval, hogy mindig táncolgattam, sosem tudtam egy helyben állni. Mindig szerelmes voltam az óviban, szóval nagyjából így ezek történik. Így a bulvárba belemegyünk a 3 éves szerelem titkainak és evolúciójának a történetét. Nekem a Balogh Barnus volt a szerelmem az óviban, csak elárulom. Nekem Forgó Viktor. Már mélyre mentünk. Kézenfogva az óvi udvarán, nem, vagy vele is ide tánc... jöttünk a Józsiba, emlékszem, valami színházi előadásra, és a kis overallomat levettem, ami alatt volt a szép ruha, és emlékszem, hogy amíg néztük az előadást, így a vállára hajtottam a fejem. Wow! Az első szerelmi jelenet. De emlékszem az érzésre, szerintem akkor éreztem először ezt a pillangós érzést itt a gyomromban. Nagyon-nagyon megvan, a Józsiban történt innen, Bár Péterre. Egyébként, hogyha így hazajössz, meg hát tudom, hogy gyakran jössz, hiszen vendégjátszol is most az Ente Ferenc Színházban, akkor melyik helyszínek azok, amikor úgy megdobban a szíved, ahol a legtöbbet megfordultál, előfordultál, még kicsi korban akár? Fú, hát maga ez az egész épület, nekem ez a Józsi, itt tényleg itt álltam először a színpadon, a füst, itt éreztem meg először a füstképnek az illatát, és az egyszerűen annyira, tehát a show business, ahogy elképzeli egy 10 éves gyerek, hogy ez itt most az, és hogy színpadon állok, tehát hogy nekem minden vágyom ez volt, és itt sikerült ez először, és hát ez... Hát mindig ide bejövök, és csak egy ilyen mosoly van az arcomon, hogy ezt ismerem. Ezt itt ismerem. Te ide hazajössz. Igen. Egyébként ugye neked van két nővéred, igen, meg egy hugod, tehát igen, négy lány. Meg egy féltestvérem is van, ő is lány. Azért az egy komoly csapat. És informátoraim, tudod, mint a Blicknél szokták mondani, hogy neve elhallgatását kérő informátorom jelentette, hogy neked az óviban az elején nehéz volt, mert mindig valakinek a húga voltál, vagy valakinek a valakije voltál, és nem voltál önállóan egy igazi identitás. Igen, nekem vannak ilyen emlékem, legalábbis ezt én így éltem meg, hogy harmadik gyerekként a családunkban, hogy igen, az első nővérem, hát ő az első, ő azért olyan nagyon, nagyon fontos, a másik nővérem, ő nagyon szép volt, meg nagyon szép most is, és nagyon szépen zongorázott, ő azért olyan érdekes, de én, hogy én mitől vagyok érdekes, ezt így fogalmam se volt, hogy szóval volt bennem egy ilyen érzés, hogy fú, valamit ki kéne találni, hogy rám is odafigyeljenek, vagy valami nekem is legyen, ami miatt engem meg lehet jegyezni, vagy észre lehet venni. Szóval ezért lettem színész. Ez a szereplési vágyal ember azért fel tud tűnni, az igaz? Például, hogy a Nagyival a strandon kim voltatok, és míg más gyerekek fürödtek, addig te bőszen a szózatot szavaltad? Igen, azt mondta, erre én nem is emlékszem, de a mamám mesélte, hogy ilyen kis magnóra mondtam föl, és hallgattam vissza, hogy jól mondom-e a szózatot, nem tudom hány évesen, nagyon pici lehette. Igen. De egyébként reál érdeklődésű is voltál, vagy
eleve az irodalom foglalkoztatott, vagy a zene? Vagy hát az irodalom leginkább. A nyelvek, az idegen nyelvek, az irodalom, a mozgás, testnevelés, ezek, amiket nagyon szerettem. Az első jó, 10 évesen színpadon álltál, de úgy tudom, hogy voltak szent napok 16 éves korod környékén, a kedd és a péntek. Mert hogy mire találtál rá egy Salgótarjánban, amit nem is tudtad, hogy létezik? A Vertik színpad stúdióra, ami hát az első állomása volt annak, hogy azzal foglalkozom, amiért idejöttem most a földre. És hát ezt nekem tényleg emlékszem, még a töri érettségi előtt is itt voltam színházban, és tehát, hogy tudtam, hogy másnap oké, ez az érettségi van, de hogy én akkor is nekem ez az elsődleges dolgom, hogy én itt legyek, és ezzel foglalkozzak. Igen, tehát mondom, még a hajmosást is ahhoz kedhez és péntekhez igazítottam, hogy akkor az én lelkemet azt is fel kellett öltöztetni, és a külsőmet is, hogy ezek azok a napok, amik engem közelebb visznek ahhoz, amiért most én itt vagyok a Földön. Tehát neked gyakorlatilag volt egy kis küldetés? Mindig, gyerekkoromtól kezdve. Mindig azt gondoltam, hogy valami nagyot fogok csinálni. És anyuék mit szóltak ehhez? Hát, nem mondták azt, hogy nincs igazam, vagy ez így nem, de ők kicsit reálisabban gondolkozik a családom szerintem, mint én. Szóval hallgatták, hogy persze színész szeretnél lenni. Tehát nincs kocka fejed püstiket. Igen, de hogy úgy jó, persze csináljad, de hogy, tehát hogy úgy, szerintem annyira nem voltak ebbe biztosak, hogy én ezt meddig viszem el, vagy hogy én ezt az életem árán is végbe viszem. Csak így nézték, de nem mondták azt, hogy ne csináljam, és hogy nem vagyok normális, de hogy azért mennek el egy egyetemre, előtte ugye jártam japán szakra az ELTE-re, hogy azért azt is csináljam, de tehát, hogy én tudtam, hogy semmi másról nem akarok foglalkozni. Itt Salgótarjánban volt az első szerelem, gondolom az első barátságok is. Mennyire voltál ilyen központi figura a szereplésen túl? Tehát hát, volt-e bandázás, volt-e huncutkodás, volt-e iskola melléjárás, vagy otthon egy kis késés? Nem, én mindig ilyen stréber voltam, én jó kislány voltam mindig, én nagyon szerettem is tanulni, meg rosszat csinálni szerintem. Így most hallgatom a páromat, hogy neki milyen volt a középiskolája, és így, jó ég, én mindenből kimaradtam. Én nem nagyon, nyilván voltak ilyen apróbb csibészkedéseim, de hogy szerintem én nagyon jó kislány voltam. Már nem tudom, hogy az anyukám mit gondol erről, de... Igen, pont azt akartam kérdezni, hogyha most az anyut interjúvolnám meg, akkor ő mit mesélne? De hát nyilván mesélne egy-két esetet, amikor kicsit kirúgtam a hámból, de szerintem ennyi volt a max csibészkedésem. És ők például attól, nem tudom, ugye nincs művész a családban olyan értelemben, hogy színházi felmenők, hogy nem volt bennük az a féltés, hogy ez egy olyan bizonytalan szakma, de, ez a Budapest, meg az éjszaka, meg a ja Istenem. Tehát... De szerintem igen. Tehát, hogy azért is mondták, hogy azért csináljak, mert menjek már el egy másik egyetemre, vagy hogy... Igen, szerintem volt bennük egy ilyen, nem ismerik ezt a világot, ugye nincsen belelátásuk, és mondjuk, ha ismernék, akkor biztos nem engedtek volna az útra. Ha látnák, hogy hajnali 6-tól forgattál, vagy 6-ig forgattál, és holnap is hajnali 6-tól forgatsz. Igen, a nagymamám még úgy tavaly is mondta, hogy anyanyom, miért nem mész már vissza a japán szakra? Könnyebb lenne az életed. De most már nem mondja, most már hallja a sorozatokat, amikben szinkronizálok, nagyon szereti őket, szóval szerintem már ő is nagyon büszke rám. Te mikor hitted el, hogy tehetséges vagy? Hát én ezt mindig tudtam. Nem olyan értelemben, mit hogy... mit szedtél? Mert azt fel kéne írni. Az nem azt jelenti, hogy nem voltam önbizalomhiányos, és nem vagyok önbizalomhiányos, de mindig volt tényleg valami olyan küldetés tudatom, hogy ha el is rontottam valamit, tehát rengeteg kétségem van, ez nem azt jelenti, hogy én mindent így egyből tudok. Nem, de valahogy annyira éreztem, hogy erre születtem, hogy akkor biztos, hogy valamit jól tudok. De mi az a szenvedély, ami ezt a pályát jelenti neked most már tapasztalattal a hátad mögött? Tehát igazából mi az, ami a zsigereidet ilyen szinten, sejtjeidet boldoggá teszi, és repesel, csillog a szemed, amikor arról beszélsz, amit csinálsz? Hát
sokkal több mindent, sokkal szélesebb spektrumban élek meg, vagy élhetek meg dolgokat a színpadon, mint az életben, ami egyébként nagyon szomorú, ahogy így most ezt elmondtam, tehát hogy az életemben kéne inkább. De tehát olyan lehetőségek vannak a színpadon, olyan szituációkba kerülhetek bele és játszhatom el, hogy például megölöm Attila Hun királyt, amint hozzámegyek feleségül, és utána megölöm egy mérgezett hajtűvel. Tehát, hogy ezt a civil életemben nyilván nem követem el. Bíztam benne, hogy ez nincs a tervek között, mert bár esküvőre készülünk, de azt a tört az azért ne vigyük ajándékba. Igen, szóval, hogy, de hogy ez egy... Tehát ez egy hatalmas élmény volt, amikor ezzel foglalkozhattam, és ezt a színpadon ebbe bele lehetett menni, egy olyan történetbe, amihez nekem semmi közöm, mint Miketes Tilla, de tehát én ezeket imádom. Hát Attila Hun királyt leölni én is biztos nagyon bírnám, bár lehet, hogy a kabaréba jobban szeretnék játszani, mondjuk az Sally szerepe esetleg vonzóbb lenne számomra, de hogy a színessége, az a számtalan karakter, amiben... Igen, én hát nem azt mondom, hogy karakter színész vagyok, mert nem... De imádom, minél több karaktert szeretek kitalálni. Van rá lehetőség, én 20-at szeretnék egy előadáson belül játszani. Teljesen más kinézettel, más hangkordozással, más mozdulatokkal. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként akkor beszéljünk arról, hogy jó, itt voltál a középiskolás korban, meg az általános iskolában is, hogy volt olyan tanárod, akire emlékszel, aki támogatott, vagy éppen orrodra? Nem, pont nem. Nem igazán. Pont a középiskolában, ez volt ott az iskolában is ilyen színjátszókör, de hogy engem sose hívtak, sose tudtam, hogy hogy lehet oda bekerülni, így, tehát hogy így nem igazán. Mentem versmondó versenyekre, ott se nyertem, tehát hogy volt, amikor első lettem, de hát elég ritkán, ilyen, az iskola, a középiskolában kifejezetten nem emlékszem, hogy valaki vállon veregetett volna, és mondta volna, hogy ez az, gyerünk, csináld, vagy hogy... Ez érdekes, mert azért általában szoktunk mondani mentort, vagy példaképet, vagy inspirált. Azt itt a Vertix Színpad stúdióban találtam meg. Mert mit kaptál tőle? Hát itt kaptam inspirációt, és itt kaptam visszaigazolást, hogy igen, jó, amit csinálsz. És van benned valami, amit ha dolgozol, és kitartó vagy, akkor abból még bármi lehet. Ugyanakkor 9 évesen is most volt egy megmérettetés, amikor itt volt a Tátika. Igen. Emlékeznek a Tátikára? Na meséld el nekem, kicsi Britney Spears-em, hát... aki Attila Hun királyt egy képes megölni, hogy is volt az a kis Tátika verseny itt Salgótarjában. Hát az még mindig egy ilyen csodálatos élményként van. Az első sikerem volt. Tehát, hogy így tényleg emlékszolok, és hogy a nővéremék is indultak azon a versenyen, és így néztük, hogy mit akarok én negyedikesen, ők már 8-osok, meg 7-esek voltak, és hát akkor az a hatalmas különbség, igen, ilyenkor egy 4-es és a 8-os között. És akkor így néztük, hogy mit akarok én itt. És aztán azt, hogy megnyertem a városit, a két barátnőmet betanítottam egy táncot nekik. De ugye, hogy te csináltad a koreográfiát. Én csináltam a koreográfiát. Anyukámék vartak ilyen ruhákat, ilyen fellépő ruhákat, és akkor hát megnyertük. Aztán a megyeit is megnyertük a két barátnőm, és én hát azért akkor éreztem, hogy milyen a siker. Utána úgy hívtak a városba, hogy mi van, kis Britney. Egyébként, ha már kis Britney, az Estilla név az honnan van? Anyukámiknak volt egy ismerőse, akit így hívtak. Nekem nincs ilyen ismerőse. Igen, de nem volt, de anyukám nem úgy mesélte, hogy még a születésem előtt is nagyon elhatározták volna, hogy ez a nev, ez lesz a nevem, hanem valahogy így megszülettem, és akkor így anyukám ráérzett, hogy valami művész név kellene. Jaj, de szép történet. Kösz, anya! Nem ám Gizi, vagy nem tudom, bár a Bajor Gizi se rossz. Hát, az se rossz, igen. De, és egyébként nem piszkáltak pici korodban nevedén? Jó, nem, de nagyon sokat. Persze, hát a vezeték nevem se egyszerű, nem, hogy még ilyen keresztnévvel, hát összerakva. Nagyon sok, de én mindig nagyon-nagyon szerettem a nevemet. Büszke voltam rá. Na, attól azt éreztem, hogy különleges vagyok így kicsiként, igen. Hogy lehet becézni? Esti.
Tehát nem reggeli, hanem esti. Igen. Egyébként esti is lettél, mert a színpad az alapvetően este szólít, tehát a név ilyen szempontból mondhatjuk, hogy kötelez. Kötelez. Jön esti, jön a la-la-la-la-la, és akkor megvan Estilla. Igen, igen. Szóval így lettél te Estilla. A testvéreidnek teljesen átlagos neve van? Igen, igen. És belőlük nem lett művész? Nem. Akkor ezt anyu elintézte a névadással. Igen, igen. Mondhatjuk ki. Súgtam neki. A pocakból. Igen. Ugye volt a vágy, nagyon támogatóid nem voltak, tehát önszorgalomból tanultál. Hát itt a Várték Színpad Stúdióban igen. Itt igen. De azért az elég kemény, hogy olvastam, hogy 4-szer jelentkeztél a Színire. Bizony. 3-szor Budapest, és aztán... 4-szer Budapest, négyszer, aztán... És aztán Kaposvár. Aztán 1-szer Kaposvárra, igen. És nem az első fordulókon estél ki. Hát nem. Mi volt az indoklás? Az, hogy kész vagyok. Ez volt, emlékszem, 20 éves vagyok, és ott ülök. És mondják, hogy hát te már kész vagy. De már. Nem, mi van? Tehát, meg hogy miért mosolygok, ez is volt. Mit mosolygok állandóan. Nincsenek még ráncok itt a szemem körül, ez így 20 nincs az a fájdalom. Ez konkrétan elhangzott. Nincs az a fájdalom ott az én szememben, hogy én mennyi mindent átéltem volna. Ilyenek. De ilyenkor egyébként ezzel nincs semmi baj, csak tökre egyszerűbb lenne azt mondani, hogy figyelj, már nem voltál szimpatikus. Szóval, hogy azt mondom, hogy persze, hát van ilyen, nincsen ezzel semmi baj. De hogy ilyen kis himi-humi, nem tudom, nem szeretnek az emberek nemet mondani. El voltál nagyon kettyenve? Nagyon. Rendkívül, nagyon, nagyon. Az elsőnél is? Hát, igen, 2-szer harmadoztam egymás után, az az utolsó rosta, a harmad rosta, amikor már csak 30 ember van az 1000 valamennyiből, és abból olyan 15-öt vesznek fel. És hát 2 egymást követő évben is mind a 2-szer ott voltam, és tehát a másodiknál, amikor nem sikerült, akkor nagyon, nagyon, nagyon ki voltam borulva. Milyen vagy, ha nagyon, mert hogy mosolygós vagy alapvetően, lehet, hogy akkor tudtad volna hozni azt a tragika arcot, amire vágtak volna. Tehát akkor elbújtál, sírtál, tehát hogy élted? Hát ezt? Nem is bújtam el, ott nem tudtam visszatartani. Ott a Vas utcában, ott nagyon sírtam, igen. És utána hazajöttél ide? Hát utána ott már a japán szakra jártam, ott már ott az albérletembe mentem haza, és ott folytattam a sírást, igen. De emlékszem, amikor fölébredtem másnap, és a Úristen, hogy ez történt, nem hiszem el. Ez a gyomorgörcs, még ha a metrón vagyok, és meghallom azt, hogy a Blaha Lujza tér következik, még akkor is így vagyok, hogy Úristen. Ugye, mert ott van a Vas utca. Igen, ott van, hogy ott van, ez ott most, van a... hogy mennyi trauma köt oda, de most már egyet, tehát, hogy ez nem véletlenül történt így, szóval, hogy teljesen ki vagyok már vele békülve, és egyáltalán nem sajnálom, hogy nem azokba az osztályokba kerültem, nem arra ment az életem, tehát semmi nincsen véletlenül. Szóval nekem akkor nem ott volt a helyem. Csak ezt hát nyilván akkor nagyon nehéz elfogadni. De az a 4 év, vagy az a 4 sikertelenség, egyébként visszanézve az ember meg szokta találni, hogy mit épít rajtunk. Persze. Vagy tudod, amikor úgy visszanézünk, akkor ilyen elakadások, vagy mérföldkövek valahogy mégis így sorrá, vagy egy úttá rendeződnek. Hát hogyne. De a te személyiség fejlődésedben szerintem ezek a akkori térdreesések, ezek mit hoztak, mit adtak, vagy miben érleltek? Hát abban, hogy amikor már sikerült, amikor Kaposvárra fölvettek, én annyira tudtam értékelni, és annyira tudtam dolgozni, például az olyan osztálytársaim, akik elsőre jutottak be, nagyon más volt a hozzáállásuk. És nem azt mondom, hogy ők nem dolgoztak, vagy valamit rosszul csináltak volna, csak hát én egyszerűen bementem a terembe, így mondtam, köszönöm Isten, köszönöm, köszönöm, köszönöm. És nekik meg olyan természetes volt, hogy elsőre sikerült, jaj, de jó, itt vagyunk, akkor csináljuk. És én meg így, igen. Tehát adtad a hálát? Igen, nagyon, nagyon, nagyon. Lehet, igen. Hogy benned akkor talán több akkor volt. Akkor múlt el az ekcémám. 21 éves koromig nagyon ekcémás voltam. És fölvettek az egyetemre, és eltűnt. Semmi nincsen rajtam azóta.
tudod, az ember nem olyan életet él, néha kiütést kap tőle. Igen, tehát pontosan. Még az egyetemen tanultuk egyébként a pszichoszomatikus betegségeknél, egy csomószor ez van a háttérben. Tehát nem véletlenül mondják azt, hogy ezt már nem veszi be a gyomrom, vagy hogy hányok tőle, vagy hogy kivert tőle a ragya. Hát akkor téged kivert a ragya attól, hogy nem azt az életet élted, ami. Konkrétan, igen. De azért itt többször elhangzott az a japán szak, ami nyilván mindannyiunk számára egy teljesen természetes választás, hisz biztos vagyok benne, hogy itt, ha így beszélgetnénk, akkor rengetegen a japán szakra jártak, ugye? Tehát esetleg még mongolra. Tehát ezt tippelem én, meg a kínait. Tehát az kiderült számomra, hogy te nagyon szereted a nyelveket, ugye franciául, angolul beszélsz, de ilyen, tényleg ilyen finom lencsibaba szemekkel érdeklődve kérdezném, hogy a japán az hogy jött? Hát ez egy nagyon vicces történet, mert ugye tudtam, hogy az elsőnek bejelölöm a színművészet, itt nem sikerül, akkor megyek a TF-re, rekreációs szervezés és egészségfejlesztés, de a testi érettségén... Hogy mire? Még egyszer visszafele vissza? Rekreációs szervezés és egészségfejlesztés, nagyon emlékszem rá, csak a testi érettségén elszakadt a keresztszalag a jobb térdembe, úgyhogy Isten rákoppintotta a kis orrocskámra, hogy nem arra, és akkor a harmadikra a japán szakot úgy jelöltük be az anyukámmal, hogy az a felsőoktatási könyv valahogy kinyílt, és anyukám megkérdezte, hogy nézd, van ilyen japán szak, ne jelöljük be. De még egyet be lehet jelölni ingyen, persze. Így... Na de bögd meg, hogyha hottentottánál nyílik ki, akkor oda mész. Hát semmi sincs, hogy ezt is Isten intézte így, tehát hogy ez tényleg, igen, és tényleg, tehát én nem adnám semmiért azt a 2,5 évet, amit ott ugye, mert ott végül is azt nem fejezted be. Nem, egy nyelvvizsgát csináltam, hogy legyen valami papírom, hogy beszélek japánul, de akkor a második egyetemet fizetnem kellett volna az 5 évet, úgyhogy azt ezért nem diplomáztam. És beszélsz japánul? Hát már... De mondjuk így, hogy jó estét kívánok, vagy jól érzem magam, itt ezt így valami ilyes, valami... Csak... Genki desu ne? Az az, hogy én most jól érzem magam. Még egyszer? Én már tanultam palócul, hát gondoltam, egy kis japánt is belehozok a dologba, igen, tehát hogy? Genki desu ne. Genki desu ne. Most jól vagyok. Genki desu ne. Én is jól vagyok. Igen. Jó. És hogy mondanád, hogy kérek pohár vizet? Hát, arra emlékszem, hogy színésznő akarok lenni, mert minden órán ezt mondtam el. Japánul? Japánul. Jōyū ni naritai desu. Ezt én minden beszélgető során elmondtam, hogy én csak alibiből vagyok itt, de ezt, hogy én amúgy színésznő akarok lenni. Értem. Tehát japánul is színésznő akarok. De közben ilyeneket csinált, hogy a Holle anyót lefordítottad japánra. Igen, igen. Tehát azért... Igen, mert a diavetítést azt nagyon szerettem mindig. Azt imádtam, amikor anyukám a téli estéken mesélt nekünk, és a Holle anyó volt a kedvencem, és ilyen prezentációt kellett készíteni japán szakon, és akkor... Én gondoltam, hogy ezzel megajándékozom az évfolyamot, meg a tanárnőt, és akkor a tanárnő nagyon örült neki, mert ő japán volt, és ugye nem látott még így ilyet. Tehát a diavetítés mellett... Beraktam a diavetítőt, ott kisatíroztam szépen a magyar szöveget, és akkor meséltem. Japánul ahol lehanyult, igen. Oké. Okay. Jó. Voltál már Japánban? Igen, igen, voltam. Ja. És igen. Akkor te ott mindent tudtál intézni? Hát, igen, igen. De mi lett volna belőled, ha azt végzed el? Hú, biztos nagyon gazdag. Igen. Te lennél a valamelyik autógyárnak a nem tudom mi... Az biztos. Olyan habitusú ember nem volt a japán szakon, mint én. Más motivációkból mennek általában az emberek japán szakra, igen. És tudtam, hogy hú, hát ezzel én nagyon sok pénz, nagyon tudnék érvényesülni. Milyen de. Habitusú ember, mint te? Azt mondtad, hogy mások nem olyanok. Milyen a habitusod szerinted? Hát én extrovertált vagyok mindenféleképpen. Nem mondod. De ez egy új látszik. Info. Csak kijött, kijött. Igen. Igen. Szóval hát, hogy közvetlen, nyitott, én könnyen veszem fel a kapcsolatot másokkal, kommunikatív vagyok, kíváncsi vagyok az emberekre, meghallgatok bárkit, szóval... Szeretek segíteni, nagyon segítőkész vagyok szerintem, és zárkózottabb emberekkel találkoztam ott az egyetemen. Aha. Sokkal. Figyelj, és hogyha ugye lement a japán szak 2,5 év, utána mentél el Kaposvárra, ugye, és akkor ott lent töltötted azt, tehát nappalin ott töltötted azt a 4 évet? Hát vagy? Nem, 1,5 évet, és utána mi fölkerültünk a Nemzeti Színházba, mert a Vidnyenszky Attila a Nemzeti Színház igazgatója volt az azt. Ő most az, de ő volt az osztályfőnököm. Igen, és akkor mi leginkább Pesten voltunk vele.
Te vágytál Pestre? Ezt meg szoktam itt kérdezni a vendégeimtől, sokan élnek Budapesten, mindenki repeső szívvel mesél Salgótarjánról, meg van egy sajátos kötés ehhez a városhoz, azt érzem, hogy de te vágytál a fővárosba, vagy először egy elveszett kislányal találkoztál volna? Nem, nagyon vágytam, nagyon. A nagymamám, apukám, anyukája ott élt Pesten, és amíg el nem ment, addig nagyon, hát jártunk hozzá nem olyan gyakran, de azért két havonta, nem tudom most így, hogy mikor, és hát én imádtam a metró illatát, szagát inkább. Hát az most inkább. Már, most már nem én, most inkább a szagnak nevezem. Inkább szagról tudnék beszélni, ne becézzük illatnak. De akkor nekem az egy csodálatos illat volt, az Astoria, emlékszem. Fogalmasa volt, hogy mit jelentette, hogy Astoria. Az fú, de jó, ott Károly kertbe sétálni. Én mindig így elámultam, hogy ez mekkora csoda. Szóval én nagyon szerettem Budapesten lenni, úgyhogy, meg a testvéreim akkor már ott éltek, úgyhogy nem voltam egyedül. De gyakran jártál haza? Igen, mert akkor még a Vertix Impa stúdióba visszajöttem. Tehát azt párhuzamosan csináltad a, aha, az japán egyetemmel? Szakkal. Ja, nem, bocs, még a japán szaknál tartottam, nem. Amikor már Kaposvárra jártam a színműre, akkor már nem. Nem jöttem vissza, akkor már nem tudtam. Mi víz volt? Nem csinálnám még egyszer meg megint. De az igaz, hogy a színművészetén egyébként valamelyest lebontják az ember darabjaira, és aztán valahogy másként gyúrják össze? Tehát, hogy az egy olyan nagyon-nagyon kemény munka az a 4 év, amit mi el se tudunk képzelni, laikusok? Hogy ott mennyire a személyiséggel kell ugye dolgozni, meg a lényeddel, annak a mélységeivel, a titkaival, a bugyraival. Ez egy egész másfajta feltárási munka, mint mondjuk építészmérnöknek tanulni, feltételezem én. Hát igen, mert mi a lelkünkkel dolgozunk, és hát... igen, én azt nem vettem észre, hogy nem úgy éltem meg, hogy a mi osztályfőnökünk nem ezt a módszert képviselte. Ő mondta, hogy ő nem így akar minket tanítani. Ő nem azt akarja, hogy mi rongyosra legyünk dolgoztatva, és taknyunkon, nyálunkon egybefolyunk, és úgy próbáljunk, aztán az lett belőle, de mindegy, az elején azt mondta, hogy nem ez lesz. Szóval, hogy ő nem akart minket szétrombolni. Nem akart egyáltalán, és nem is csinálta szerintem. Viszont hát ez a rengeteg bizonytalanság, azt, hogy én most jó vagyok-e, mennyire vagyok jó osztálytársaimhoz képest, hát az, fú, nagyon nehéz volt. Nagyon. Kiközösítések, szakmai irigységek, féltékenységek, fú. Ezt az árnyoldalát nem szoktuk látni. Tudnál mesélni? Neveket kérek. Olvastam egy olyat például, hogy volt olyan, hogy a partnereddel annyira nem jöttél ki, hogy végül is visszaadtad a szerepet. Tehát tud lenni egy partner a színpadon olyan viselkedésű, vagy olyan, nem tudom, és nem értettem a szituációt, hogy vajon hogy működik egy ilyen fajta bántás, mert ez az is. Hát igen, amikor valaki folyamatosan érezteti a színpadon, mikor ketten vagyunk egy jelenetben, érezteti veled azt, hogy te egy tehetségtelen utolsó semmi vagy, bármit mondasz, az nem érdekel, lepereg, oda se figyelek, hogy mit mondasz, még a színpadon se, tehát hogy ez azért eléggé degradáló, és főleg ezt a darabot, amivel ez megtörtént, ezt még az egyetem alatt csináltuk. Tehát még az abszolút bizonytalan korszakban. Igen, tehát hogy ott még sem, olyan kapaszkodóm se volt, mint most már valamit kiépítettem, hogy most már nagyon sokat erősödtem ahhoz képest. Szóval sokkal inkább ki tudok állni magamért, mint akkor. Akkor még persze itt vagyok a színpadon, darabot csinálunk, jaj, de jó, itt van mellettem ez a kolléga, úristen, milyen jó színész, és... Igen. És eljátsza. Igen. Figyelj, igazán a népszerűséget azért a sorozatok hozták meg, nem? Igen, igen. Melyik a mi kis falunk volt leginkább? Vagy melyik az, ami igazán berendített? Vagy akkor... A Csak Színház és Más Semmi volt az első ilyen sorozat, ilyen nagyobb volumenű sorozat, ami a Dunán ment. Hát az volt az első ilyen
ilyen munkám, nagy színészekkel, igazi forgatás, fú, hát az csodálatos volt, nagyon, nagyon csodálatos. Azt is az egyetem alatt kaptam meg még. És a Barátok közt, mert abban is voltál. Igen, abban még egy nagyon pici pár hónapot voltam, még az egyetem előtt. Igen, de az egy másfajta munka, mint egy ilyen napi sorozat, mint egy ilyen heti sorozat. És a Mi kisfalunk? A Mi kisfalunk meg utána jött így pár évvel. Igen, a Csak Színház utolsó évadánál már majdnem bekerültem a Mi kisfalunkba, csak nem lehetett leegyeztetni. És egyébként milyen volt az a váltás, amikor egyszer csak már mondjuk megismertek az utcán? Egyáltalán az a kislány, aki azt mondta, hogy színésznő vagyok, és nem kérdés ezt ovisként kijelenteni, kellő magabiztossággal, te sikerre vágytál? Híres akartál lenni? Sztár akartál lenni? Csillivili, piros szőnyeg, meg ezek is benne voltak az álmok között? Abban hát azt akartam, hogy szeressenek. Ennyit, és ehhez kötöttem. Értem én, de akkor, amikor elkezdtek jönni a szeretet hullámok, hogy megszólítottak az emberek, megvan ennek az eleje? Igen, azt hiszem igen, de valahogy nem is nagyon emlékszem rá. Érdekes, valahogy így annyira nem emlékszem rá. Egy ilyen jó érzés volt, de valahogy mégsem ez jelentette azt, hogy siker. Nem is tudom. Tényleg ez most itt nagyon érdekes, hogy annyira nem emlékszem rá, hogy ez így hogy indult be. A Barátok köznél is volt már, és hogy akkor még ilyen úgyis egy vizébe voltam részbe, és már megismertek, milyen furcsa. De hogy úgy annyira ez úgy sosem motivált, hogy ismerjenek meg, hogy azért, hogy az... De egyébként most hogy érzed magad a bőrödben? Nagyon jól. 10-es skálán? 15. Igen. Mik ennek az összetevői? Önismeret? Igen, hát rendbe tettem nagyon sok dolgot magammal kapcsolatban. Mindjárt akkor rákérdeznék természetesen a kupi tárgyára. Mit kellett rendbe tenni? Hát... Tényleg ezt az egészet, hogy tényleg az ember miért akar színész lenni, miért akarja magát mutogatni, mi a jó ebben, miért van erre szükségem, tehát hogy miért nem tudok én csendben ülni egy társaságban, miért kell nekem folyamatosan viccelődni, magamra hívni a figyelmet, tehát hogy szembenéztem azzal, hogy ki vagyok, és aztán rájöttem, hogy ez ez nem biztos, hogy olyan hasznos egyes részei ennek a dolognak. És miért van ez? Akkor ezen változtassunk. Szóval, hogy ne kívülről várj, ne attól várjam, hogy szeressenek, hogy mondok egy poént és nevetnek, akkor én szerethető vagyok, jaj, de jó, akkor én szeretnék, és akkor minden rendben van. Tehát egy kis poénvadász voltál, mindent leütöttél? Az vagyok. Most már mérsékeltebben, de ez biztos az apukámtól örököltem, szerintem ő is nagyon az. Tehát a humor az jött otthonról. Igen. Tehát vág az eszed, mint a borotva, de ezzel az ember néha meg is bánt másokat. Hát én, nekem az a csapásvonal volt, úgy bántottam vele másokat, egy poénért én bármire hajlandó voltam, a páromat hajlandó voltam nevetség tárgyává tenni, hogyha ez egy jó poén volt. Itt van egy kis törékeny nő, és közben kiderül, hogy olyan éles a nyelve, hogy meneküljön mindenki, igen, aki... Igen. De ez most már nincs. Tehát, hogy én ezt beláttam, és ez nagyon nagy tanulópénz volt, és mondtam, hogy mit csinálok? Tehát, hogy ezt nem csinálom. Most már, tehát ugye erre nagyon-nagyon odafigyelek. Építek, nem rombolok. Hány éve építesz? A Covid óta. És mi történt a Covid alatt? Hát volt szabad időm. És olyan dolgokkal kezdtem el foglalkozni, amikkel eddig nem. Mármint önmagaddal? Uh-huh. Igen. Amire eddig nem fordítottam annyi energiát. Azelőtt, mivel állandóan dolgoztam, hála az égnek. És akkor csak úgy mentek a napok, mentek a próba folyamatok, szinkron, előadás. És valahol eltűnt benne az Estilla maga? Már nem, nyilván ott voltál minden szerepben, de hogy a ki vagyok én, mint a nő. Nem is nagyon foglalkoztam azzal, hogy úgy nem ültem le úgy, hogy nem tettem föl magamnak olyan kérdéseket, hanem csak az, hogy én csinálom a karrierem, ez és többi az érdekel is, meg nem is. De nem azért is jött egy stopp tábla, mert találkozott valakivel a tekinteted?
Ő nagyon sokat segített nekem, igen. Olyan tükör, hogy... Bepasizott a Covid alatt. Igen, igen. Nem mondom el a nevét, hogy Mohácsi Norbert. Aki egyébként kolléga. De ez egy nagyon szép történet, mert ugye ő is Kaposvárra járt egyetemre, igen. Ő első, ő végzős volt, te meg elsős. Akkor kerültem be, igen. És gyakorlatilag már akkor villant a tekintetetek, úgy láttam egy interjúban, amit igen. Közösen adtatok. Hát ahhoz képest mi a bánatot vártatok 7 évet? Összeértünk. Hát most szerintem tényleg nem hiába, akkor jön össze szerintem így két ember, vagyis hát mi nagyon jó időben jöttünk össze. Szerintem, ha akkor összejövünk, akkor még túl erős lett volna ez a, nem tudom, nem tudtunk volna olyan tudatosan és olyan higgadtan hozzáállni dolgokhoz, mert nagyon mások vagyunk, meg nagyon ugyanolyanok is. Szóval ki kellett várni ezt a 7 évet. 7 év alatt kicserélődnek a sejtjeink, igen, akkor pontosan. Lehet, hogy most arra cserélődtek úgy a sejtek, igen, hogy kapcsolódni igen, tud. Igen, pontosan. Igazából ő ki az életedben? Hát a lélektársam. Igen. A boldogság záloga? Te hiszel abban, hogy van örök, tehát holtomiglan, holtodiglan? Igen, én hiszek abban, hogy van. Látok is példákat erre. Nem azt mondom, hogy ő a boldogságom tárgya, mert ez itt van. Azt én nem várhatom el tőle, hogy engem boldoggá tegyen, saját magamat kell boldoggá tennem. Persze az nagyon jó, hogyha ez így együtt sikerül, de hát igen, ő nagyon fontos része az életemnek. Ja, Istenem, az a mosoly, meg az a szemcsillogás. Nem ezt hívják szerelemnek? Csak úgy finoman, nem? De, annak igen. És többször is játszotok együtt. Az működik? Ez mindig olyan érdekes, hogy színész pároknál egy strukturált munkában, ahol fegyelem van, töttörö, ott mennyire van otthon a konyhában is szerepmondás, mert hallottam olyan színésznőről, aki hazament, és azt mondta a férje, hogy kér egy kávét, és azt mondta, hogy én ma királynő vagyok. Tehát, hogy így benne maradt a szerepében. Hát egy királynő nem csinál kávét. De hogy érted, mire akarok rákérdezni, hogy azért ez is egy tanulási folyamat, hogy férfi-nő találkozik, de közben meg, hogy szakmailag is összefonódtok, hiszen most is forgattok, ami még titok, de abban is együtt vagytok. Igen. Hát itt pont ebben a teremben van egy kétszemélyes darabunk, a Hétrandi, az Ente Ferenc Színház keretein belül. Hát az első hét, nehéz volt. Iszonyatosan instruáltuk egymást. Miattad nem sikerült, te nem tudod, nem, te csinálod rosszul. Szóval, hogy így nagyon türelmetlenek voltunk egymással, mert hogy nyilván, tehát, hogy ezt egy kollégával sokkal türelmesebb az emberre, vele nem teltem meg, hogy türelmetlenkedek még az elején, de hát velem, hát hogy ne. És aztán rájöttünk, hogy nem, ezt így nem. Nagyon-nagyon jó tanulás volt ez is, nagyon-nagyon jó szituáció volt. És akkor utána már így szépen, türelmesen és jól tudtunk együtt dolgozni. Ez elején nehéz volt. De mi otthon is rengeteget beszélünk a munkáról, de hát én főzök kávét. De ő nem iszik. Tehát magadnak főzöl. Igen, magamnak főzök. Ja, jó, igen. A királynők lehet, hogy igen. Maguknak is igen. Főznek. Ugye mindenkivel a beszélgetés végén egy pár kérdést át szoktam beszélni, ami egy ilyen állandó kérdéssor, amit összeraktam. Szerinted, és ez a te véleményed, tehát te életedből kérem az eszenciáját, hogyha van, mi a sikernek a titka vagy az ára? Vagy? Hát játszunk el azzal, hogy Estillának mi a siker. Egy Oscar-díj. Hát szerény válaszra vártam. Arra azt mondanám, hogy ez igen siker. Oké. Mit jelent neked a gazdagság, vagy a pénz? Szabadságot. Boldogság és vagy elégedettség? Hát boldogság az elégedettség. És te most boldog vagy és elégedett? Igen. És hogyha mondjuk összefutnánk 5 év múlva, 10 év múlva,
15 év múlva, hát én majd így botorkálok befele kedvesen, akkor mit szeretnél mesélni nekem, hogy milyen volt a mostantól induló életed filmje? Még csodálatosabb, még szeretetteljesebb, még sikeresebb, még felszabadultabb, még lazább, rengeteg csodálatos szereppel és szeretettel karöltve. Ilyen lesz. Ilyen legyen. A végén azt kérem tőled, hogy az emlékkönyvükbe, de most kettő emlékkönyv van itt, végem van. Ez a lány, ez a fiú. De én erre emlékszem, ebbe kéne írni. Megnézzük, nem puskázunk, mert már vannak benne, azt hiszem, főleg, hogyha úgy tartom, aha, itt vanni. Ez ugyanis úgy lesz, hogy gyűjtjük ugye a beírásokat, és akkor ebből lesz a sorozat végén egy kiállítás. Ezek olyan mondatok, amit úgy kérünk, vagy úgy kérek, hogy valamelyest így a salgótarjáimnak üzenj. Tehát, hogyha majd itt eljönnek, akkor Pintok Csabitól kezdve Alapi Pistin át, és veled is karöltve a ti gondolataitokat megkapják az ide betérők, jó? Úgyhogy kérlek szépen, hogy akkor vess ide pár sort, és egy autogramot a végére. Rendben. Amióta tudok írni, azóta gyakorlom. Ezt autogramot át. Ezt gondolom, hogy az oviban, amikor rajzoltátok a háromszöget és a kört, ez nem érdekelt, csak kis sikerült egy jót kikísérletezni? Jó, persze, de azért a nagymamámtól loptam az embetűt, de legalább tovább viszem. De jó. Igen. Na akkor azt majd megnézzük. A kiállításon is, meg itt is. A kiállítás a József Attila Művelődési Központban lesz, ugye a Józsiban. Úgyhogy, de még arra várni kell, hiszen ez a sorozat az év végéig tart, hisz 100 éve város Salgótarján, és bár júliusban nem lesz beszélgetés, akkor egy kicsit nyári szünetre megyünk, de aztán szeptember elején fogunk újra találkozni két vendéggel. Persze most még nem búcsúzom, csak próbálom kibeszélni az időt, mert úgy látszik, hogy leírja a szózatot. Igen. Nem tudom, ha Dosztojevszkivel készült, akkor egy kicsit át kell állnom bőrlégzésre, és össze kell szednem a gondolataimat, hogy ne unja senki. Kész is. Mutasd csak az autogramot. Ez rendben van, te. Ez jó, ezt érdemes lesz megjegyezni a kiállításon. Estilla, nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Minden jót kívánok köszönöm neked. Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok. És igen. Látod? Kimenjen? Taps van és szeretet. Köszönöm, igen. És egy szignál után pedig folytatjuk a második vendégemmel. Köszönöm. Köszönöm. Akit pedig most invitálok ide magam mellé, gyakorlatilag 20 éven keresztül kollégák voltunk a Magyar Televízióban, aztán ő másfelé elvezett, egy más szakmában lett nagyon-nagyon sikeres, de a gyökerei ugyanúgy salgótarjániak, úgyhogy az ő múltját is igyekszem feltárni az én sztorimban. Következik Pataki Katalin, akit én csak Patikának hívok. Az anyukám, jó. Anyu megvan? Persze, a lényeg. És az apukám. Mikor lettél Patika? Hát ezt a tévében találtam ki. Na most ez elviszi az én sztorimat. Jó, csak hát furcsa lehetett esetleg másoknak, igen, hogy én így merlek na, szólítani. Na csak azért, mert hogy tudom ezt egy percben is és 40 percben is, de most a rövidített változatot, jó? Hát na, azt javasolnám, szóval igen. Hogy a Katalinra nem nagyon hallgatok. Bár ez a hivatalos nevem, csak amikor engem kereszteltek volna, és aztán meg is, akkor ez az a név, amit az anyukám szeretett volna adni, az még nem volt. Azt mondták, hogy ilyen név nincs. Ez a Linda
keresztnév volt. De te úgy most vagy fönn a Facebookon, hogy Pataki Katalin Linda Patika. Igen. Azért, hogy a különböző az évgyűrűk, tudod, hogy aki először ismert, az Lindának ismer, aztán Patikának, és aztán van egy ilyen hivatalos nevem is, tehát, hogy így lehet követni. De a Patika játék, az miből jött? Az abból jött, hogy sokat kellett a tévében mondani, hogy Pataki Katalin vagyok, Pataki Katalin vagyok, a Magyar Televízióban Pataki Katalin, és összeakadt, és amúgy sem szerettem a Katalint, és rájöttem, hogy ez a Patika, ez egy jó rövidítés a Pataki Katinak. És akkor ez így maradt. És akkor ti kollégáim így elkezdtetek hívni, és ez a mai napig is a játszónevem. Ez a Patika, így szoktam, felszoktam ajánlani a tréningeken is a résztvevőknek, hogy erre biztos, hogy hallgatok. A Katalinra véleményes. A Katalinra véleményes, ez a Linda, ez pedig egy bensőséges, intim gyerek és ifjúkori megszólítás. A Facebook oldaladon visszafele kotorászám, mert ugye ismerősök vagyunk, tehát azért ott lájkolgatok, meg nézelődök, és nem olyan régen, vagy lehet, hogy kicsit régebben felraktál egy gyerekkori fotót, kislányok álltok rajta, valami ilyen szöveg volt, hogy a szocialista gyermekruházati ipar remekeit viselitek, fekete-fehér, és ott állsz szélen egy ilyen kis, nem mondjuk, mondjuk manapság már nem vennénk fel, vagy nem adnánk a lányunkra kis ruhába. Ha én avval a kis Patikával összefutottam volna itt Salgótarjánban. Akit milyen? Még mindenki Lindának akit hívott. Akkor a Lindával összefutottam volna. Te milyen kis csaj voltál? Én? Hát erről csak a hiteles forrásokból tudtam tájékozódni. Nagyon sok emlékem nincs, de én nagyon nyugis gyerek voltam. És olyan megfigyelő. Megfigyelő állapotban tartózkodtam, szerintem olyan kora kisiskolás koromig, akkor kezdtem el bontakozni, addig olyan, mintha csak így modelleztem volna, hogy mik vannak. Emlékszem, hogy ilyen óvodás társaim, így nézegettem, hogy milyen jó pofa, vagy milyen kreatív, vagy mi minden jut az eszébe, hogy például el lehet menni az óvodába a kerítés szélére, le lehet legelni a virágokat, és akkor, tehát hogy ezek nekem soha nem jutottak volna az eszembe, megfigyelő állapotban voltam, és ami tetszett, azt így összegyűjtöttem. És aztán később egy fajta személyiségváltozás bekövetkezett, akkor nyíltam. Az már az iskola? De már az iskola. De akkor az óviban még egy kicsit ilyen magányos, vagy visszahúzódok is? Én úgy emlékszem, igen. Hát nem is nagyon. Volt néhány kapcsolódás, ilyen barátnőféle, de én nem emlékszem arra, hogy nagyon intenzív lettem volna óvodába. És később ugye riporter lettem, és a kíváncsiság, mint alapmotívum, az ugye, ha az egy ilyen fővonulat, egy riporter, egy újságíró, hogy mondjam, ski szettjéb, vagy hogy mondjuk ezt, tehát, hogy a készségei között egy ilyen alapmotívum, de én nem nagyon voltam kíváncsi még gyerekkoromban. Én inkább ez a befogadó, ez a beszívó, tehát, hogy nem provokáltam, hanem inkább így befogadó. De ha mondjuk összefutnék általános iskola alsó tagozatos tanáraiddal, ők milyen emléket hagytál szerinted, vagy milyen képet mesélnének rólad? Milyen volt akkor a Linda? Hát ki lehetett állítani, és tudott mondani verset, bármennyi ember előtt, és én jó tanuló volt. Mondod ezt így, jó tanuló volt. Az nem volt népszerű feltétlen. Nem volt népszerű, igen. Nekem természetes volt, hogy én úgy az elsők között vagyok, szeretek az elsők között lenni, és nem tudom, hogy alakult így, nagy erőfeszítésekre nem emlékszem, de én egy ilyen jó tanuló voltam, egy darabig. És aztán, amikor ez a huncutság, amit emlegetek, ami később ilyen, kicsit később iskoláskorban, amikor ez így kezdett bontakozni, akkor azért már a kitűnőség az nem volt sem cél, sem különösebben... Elvárás se volt otthonról? Nem emlékszem ilyesmire. Tehát nem álltál a szőnyeg szélén egy hármasért? Nem. Én álltam. Tényleg? Fú, szörnyű volt. Verset írtam anyunak, hogy bocsásson meg.
Az szörnyű lehetett. Hát közel, de most igen, nem akarok róla beszélni. Az egy coaching ülésnek lehetne a tárgya. De most nem coacholom és nem csókolom, hanem beszélgessünk róla tovább. A huncutság az mit jelent, hogy megjelent a... Tök nehezen beszélek magamról, most veszem észre. Nem vagyok szokva ehhez, ugye mindig a kérdező szerepben vagyok. Hát pehjed van. Most meg kell, most két kérdező együtt van. Nehezen fogok ebből kijönni, szóval mi? Mit kérdeztél? Hát azt kérdeztem pontosan, hogy a huncutság, ami megjelent, az miben nyilvánult meg? Vagy mit értsek az alatt? Mi változott benned, vagy körülötted, vagy a viszonyaidban? Elkezdtem jól érezni magam, meg így birtokba venni a helyzeteket. És arra emlékszem, hogy mindig beszélgettem órán, mindig csicseregtem, mindig volt valami fontosabb, mint ami ott történt. És elég kreatív voltam abban, hogy hogyan álljak be mindig valami fénybe. Tehát, hogy így nézzenek engem. Tehát akkor már a szereplés jött, nem csak igen, a megfigyelés? Igen, igen. Akkor mi szavaló verseny, ilyen verseny, olyan verseny, az megvolt? Minden. Szép kiejtési verseny, szavaló verseny. Talán prózamondó verseny nem, de ezek a színjátszókörök, a színpad, az nekem itt otthonos már volt. Igen. Itt hol? Itt, mikor bejöttem ide, akkor mondtam, hogy ez pont olyan, mint a József Attilának ezek a fekete ballói, teljesen pontosan ugyanéz ki. Én nagyon sokat léptem föl a nagy színpadon. Mindenféle ilyen városi rendezvények. Gimisként? Gimisként, igen. Hát én gimi után elmentem innen. Tudom, akkor mentél angol-magyar szak el, te azt igen, tudom. Igen, igen. Csak próbálom a salgótarjáni emlékeket így. Salgótarjáni, én itt, hogy mondjam, itt szoktam rá. Mikor kicsi voltam, akkor azért mondhatom, anyukám itt van, engem inkább kiraktak akkor is a színpadra, és valahogy ott maradtam, vagy ott felejtődtem. És aztán megkedveltem ezt a műfajt. És mindenféle változatos műfajokban kipróbálhattam magam. Például egyik fontos emlék, amikor itt Salgótarjánban volt téli olimpia, mert hogy itt vannak hegyek, meg még hó is elvétve. És akkor itt volt az ország összes téli sportolója, és betöltötték ezt a teret, itt a József Attila előtt, és én ott álltam a nagy színpadon, és én voltam a konferansz. És szóval ezek azért így, aztán a gimnáziumban volt egy olyan, amikor ott prózát mondtam pont, de azt, ja, az nem, az gimnázium évekhez kötődik, de az talán Egerben volt egy sportcsarnokban, és sportcsarnokban mondtam el a Déri Tibornak egyébként egy ilyen kis szösszenetét, és akkor egy egész sportcsarnok hahotázva, tapsolva, örvendezett ennek a produkciónak. Úgyhogy ezért ez nagy, nagy mágia, meg nagy mágnes azért így a színpadon. Ezt folytatjuk tovább, de egyébként, hogyha hazajössz Tarjánba, akkor neked itt mik a színpadok a meghatározó helyek? Vagy vannak olyan emlékhelyek, nem tudom, az első randi, vagy az első csók, vagy az első szakítás, vagy az első nem tudom micsoda. Most, hogy mondod, ezek lennének, de ott akartalak megszokítani, hogy nem jövök haza. Nem járok haza. Nincs dolgom itt, és nem nosztalgiázom itt, mert a barátaim nagy része is elszármazott innen. Hát még gimnáziumi osztálytársaim azért elvétve itt laknak. Mert osztálytalálkozóra csak hazajössz? Most voltam két hete. Láttam a fotót. És az egy csoda, tehát hogy az egy csoda, hogy tényleg ez a gimnáziumi csapat mennyire egybe van még mindig. Tehát akkor mégiscsak megvan Salgótarján, még hogyha nem is jössz nagy rendszerességgel haza. A találkozókon megvan, és hát van még kötődésünk, de mert a szüleim sem laknak itt állandóra, anyukám még dolgozik itt. Van egy ilyen divatáru boltja, és imádja, szenvedélyesen öltözteti Tarján népét. Úgyhogy meg engem is. Meg. Ez onnan van ez a ruha? Persze, meg lehet vásárolni a boltban. Van a méretemben? Esetleg kékben? De vagy piros?
Van ilyen ciklámen, láttam tegnap a boltban. Az se rossz. Na jó, hát akkor most egy kis árukapcsolást azért összehoztunk. De oké, ment a gimi, voltak ezek a színpadi fellépések, ebből azt sejteném, hogy inkább a színi felé kellett volna tendálni, vagy nem tudom, hogyha ennyire a színpad meg a szereplés vonzott, akkor nem biztos, hogy az angol-magyar szakra adtam volna be a jelentkezésemet. De beadtad volna tartalékba, mert hogy tartalékba adtam be. Én azt hittem, hogy színész leszek. Aztán hál' Istennek nem lettem színész. De te jelentkeztél a színire? Most nem emlékszem, hogy háromszor vagy négyszer. Az első menetben jutottam tovább egy fordulón, ettől felbőszültem, de nem annyira, hogy közben ne egyengedtem volna egy másik életemet a bölcsészkaron. Ami egyébként valószínűleg kontraproduktív volt. Nem szeretik a színművészetén, hogyha valaki megvan a színészet nélkül is. Tehát, hogyha ha más ötlete is van, akkor ez nem, valószínűleg nem elég elkötelezett. Hiszik ők? Hát igen. Tehát, hogy ez az életem és vérem, és nincs más, és nem tudom mást elképzelni. Ez nem volt rám jellemző, meg ilyen óvatos duhaj voltam én. Amúgy is egyébként olyan a személyiségalkatom, hogy van, volna hajlamom megőrülni, de egy másik nagyon erős vonás meg ott tart a földön. És akkor ez így oda-vissza, egyrészt őrület, tehát katasztrófa, másrészt amikor megtanultam, vagy megértettem, hogy így működök, akkor tulajdonképpen hálás vagyok, mert az egyik megvéd attól, hogy teljesen elszálljak, a másik meg attól véd meg, hogy így megőrüljek, mondjuk így a pakolásba, vagy a rendszerezésbe, vagy a kényszeres irányba, hogy menjek. Tehát, hogy így oda-vissza végül is egy jó balanszban, azért ez elég jól tud. És hol tudsz most őrült lenni? Minden nap fellépésem van. Minden nap színpadon vagyok, így is fogalmazhatjuk, bár most már... Hát azt szeretem mondani, hogy most már nem én állok a fénybe, hanem szeretek én lenni a fény. Tehát, hogy így megtalálják az emberek, amit keresnek, amire vágynak. De nekem gyakorlatilag minden nap fellépésem van. Minden, amit így az első 40 évemben így összeszedtem, képességet, tudást, gyakorlatot, annak eszenciája most, amit most nap mint nap csinálok. Na még menjünk akkor, amíg az összeszedtük a dolgokat. Össze. Mert hogy ott voltál az angol-magyar szakon, és akkor játszottál az egyetemi színpadon, a Szkénébe, a Térszínházban, tehát hogy ott egy ilyen amatőr színészi dolog ott zajlott, és élénken zajlott, közben megmentek a felvételik egymás után? Mentek egy darabig a felvételik, jártam az egyetemre, és közben pedig játsztam egyetemi színpad, Térszínház, és ott tulajdonképpen ott szépen lecsengett, vagy kifolyt ez az ingerenciám, hogy az életemet rátegyem a színpadi. De érted utólag, hogy miért? Hogy mi volt az a lefolyás, vagy annak mi volt a dinamikája, vagy mi okozta? Igen, meg tudom mondani. Egyszer csak én az egyetemi színpadon még főszerepet játszottam. Aztán a Szkénébe ott ilyen sámanisztikus ügyek mentek, a kőállapotot gyakoroltuk, meg az már az nem... Milyen a kőállapot? Megmutatom, de akkor az vége lesz hány perc van, mert nem fog szólni. Tudod, a kőállapot, a belső rezgés. Hát ezt most nem gyakoroljuk, inkább akkor beszélgessünk. Nem túl látványos, és nem egy ilyen műsor kompatibilis. Ezt meg a Somogyi, Somogyi csinálta, aki annak idején a Szkénét vezette, még Scherer Petiék is ott igen, kezdtek. Igen. Ott együtt, én a Scherer Petivel együtt gyakoroltam a kőállapotot. Csak ő aztán kifejlődött belőle, én meg... Odébb gurítottad a követ. Én nekem az nem jött be. És akkor átmentem a Térszínház volt, meg a Péter Fiborival játsztam együtt, aki aztán elment Somogyi irányba, én meg onnan katapultáltam végképp. Az történt, most ezt így bevallhatom, hogy hát ott nagyon jól szórakoztunk a Térszínházba, játszottunk ezt, azt, amazt, de egyszer csak elkezdtük az ember tragédiáját próbálni, és észrevettem, hogy nem én vagyok Éva. Ez így feltűnt.
Meg az, hogy igen sokat üldögélek, és nézem, ahogy Éva és Ádám próbálják a darabot. És akkor azt hiszem, hogy megérkezett, hogy nekem ez nem fog menni. Hogy, mert te Éva akartál lenni. Mert én akárhogy is nem tudtam a formát, de hogy... Hát most bevallom, igen, én főszereplő szeretek lenni. És ha ilyen pici a színpad, és csak hároman vannak, a közönség csak három vagy tíz főből áll, akkor is én szeretnék lenni a főszereplő. De szerinted a tehetségeddel volt a baj, vagy a nem voltál jó időben jó helyen, vagy nem voltál elég önérvényesítő, vagy mi? Ez mind. Én nem voltam nagy önérvényesítő, a tévében sem egyébként. Én abban az időszakban, a tévés időben is, én ilyen reaktív nő vagyok, hogy így, ha jön egy laszti, azt elkapom, és csinálok vele valamit, és pattogtatom kedvemre, de nem megyek érte, vagy nem. Ugye téged Bányai Gábor, aki akkor intendáns volt a Magyar Televízióban, hát körülbelül egy időbe kezdtünk szerintem. Te hányba kerültél oda? 90? 1-2. Na, én meg 93-ba. Tehát ő hívott téged ugye az egyetemről, hogy kezdj el, de az felmerült benned valaha, hogy televíziós legyél? Nem, korábban nem. Bár a Vátesz nagymamám, aki így elszortírozta kiskorunkból, hogy kiből mi lesz, mikor még ekkorák voltunk, akkor ő azt mondta, hogy belőlem tévében mondó lesz. Lehet, hogy ez... befolyásolt tudat alatt, nem tudom. De a Bányaiig ment a gondolat. Nem, a Bányaival úgy volt, hogy a Bányaiba beleszerettünk az egyetemen, mert ilyen irodalomtörténetet drámatörténetet tanított, és nagyon laza volt. És ott aztán nagyon atipikusan tanított, és nagyon alternatívan. Egyébként oda járt abba a csoportba másik tévés kollégánk, mindjárt mondom, majd visszajövök ide, mindegy. Szóval, hogy oda jártunk a Bányaihoz, és akkor ez egy nagyon jó móka volt, és sokat tanultunk, nevetgéltünk, és az élet nagy kérdéseit a drámatörténet kapcsán át tudtuk beszélni. És akkor utolsó éven eltűnt a Bányai, nem lehetett fölvenni őt az Indexbe. Itt nagyon fel voltunk háborodva, mert egyrészt ez egy ilyen potya aláírás lett volna, mert jól szórakoztunk, de nagyon nem kellett megterhelni magunkat. És akkor az történt, hogy akkor még ilyen tantuszok voltak a telefonba, a sarki telefonba be lehetett dobálni, és mert én híradóba vagy valahol egyszer megláttam, hogy a Bányai a tévének az intendánsa. Mondom, unja. És felhívtam a Bányait a tévébe, hogy ezt hogy képzeli, hogy jöjjön vissza még erre az évre, mert nekünk ő kell. A Bárdos volt egyébként ott a... Bárdos Andris. Bárdos Andris, igen. Abban a csoportban még, igen, most eszembe jutott. És akkor az történt, hogy írtam egy levelet is, hogy akkor most akkor ez hogy lesz. És mikor másodszorra telefonáltam, akkor már a titkárnő vette fel, és mondta, hogy most fogalmazza a levelet nekem, a válaszlevelet, amit a Bányai bediktált. És mondom, akkor olvassam el föl, hát mire odaér. És akkor a telefonon mondta, hogy az a levél, hogy gyere be a tévébe. Nem tudom hány óra, hány perckor, és akkor gyere be. Bementem, le volt adva a nevem, fölmentem a vörös szőnyeges... Szabadságtér 15. Szabadságtér, vörös szőnyeg, és az elnöki tanácsteremben voltam hivatalos, ahol kb. Mindenki ott volt. Tehát az Antal Imre, a Déri, az Endre Judit, a mindenki, akit csak így lehetett így a tévéből nézni. És nem remegett a lábad? Nem. Nem, mert a Bányaihoz mentem számon kérni, hogy mi lesz a dráma a foglalkozással. De azért ott egy kicsit megilletődtem, és akkor azt mondta a Bányai ott, hogy hajrá, csináljunk egy jó tévét, körülbelül ezt mondta. És ott volt a színejava a tévézésnek, és már ott ilyen kis csoportok alakultak, és egyszerűen belekeveredtem egy kis csoportba, és onnantól gurult az egész. De hát te nem tanultál újságírást, nem. Riporterséget, nem. Te gyakorlatilag a mélyvízben tanultál meg úszni? Abszolút. A legmélyvizebb mélyvízben, tehát hogy így elvittek, egyszer csak elvittek egy forgatásra, és akkor azt mondta a kapuvári, ott hagyott egy vágószobába, azt mondta, hogy
5 percet van, és írjál meg egy ilyen narrációt. Hát én nekem az annyi radír kellett ahhoz, hogy én konyhakészre írjak. Én bölcsész vagyok, tudok írni úgy alanyállítmányt, tudok egyeztetni, de az, hogy így hirtelen, hogy az újságírók, hogy így gépbe diktál, és akkor az rögtön nyomdakész. Na hát ez fényévekre voltam attól. És mikor először vágtam, és emlékszem ezekre az első emberekre, az első vágóasszonyra, az első operatőre, akik ottan engem támogattak. Pesztrágattak, és hát csodálatos volt, és rögtön bele lehetett szeretni. Mit imádtál a tévézésben igazán? Most, hogy beszélek rá, a legjobban a vágószobát imádtam egyébként, amikor egyszer csak egy összehortunk mindenfélét, sok riport megnéztük, leforgattuk, képeket gyűjtöttünk, de hogy ott a vágószobában egy ilyen fogyasztható, jó ritmusú, tartalmas, szórakoztató, valami olyan dolog szülessen, az nekem a legnagyobb. És a műsorvezetés? A műsorvezetés meg egy jó játék volt. Én szerintem ma többet tudnék mondani az embereknek. Én akkor ugye ez szolgáltató műsor volt, és szerintem én egy ilyen szórakoztató, jó közvetítő voltam. Tehát ott információt adtunk, hát ott az volt a lényege, vagy az volt a funkciója akkor még a televíziónak, igen, hogy onnan lehetett megtanulni, vagy megtudni, hogy mi újság a világban. Mi újság, meg hol lehet, nem tudom, kék tornagatyát venni a fiúknak, meg, tehát hogy mindent onnan lehetett, nem volt internet. És szerintem én jó, szórakoztatóan és színvonalasan tudtam így közvetíteni. De nagyon mondásom nem volt. Mondjuk nem, ezeknek a műsoroknak nem is az volt a célja, hanem hogy így folyattuk át az információt. Mennyire élted meg az ismertséget és a népszerűséget képernyősként? Most is élem. Nincs olyan tréning, ahol ne derengene valakinek, hogy hát bizonyos korosztály. Tehát, hogy már vannak azok a 20 évesek, akik amúgy sem látnak már tévékészüléket, de hogy még szinte minden tréningen van, aki emlékszik. Az nagyon erős jelenlét volt akkor, amikor ott üldögéltünk, nem volt még más. Az első 10 évben, amikor én ott ültem, nem volt még másik tévé. Akkor az egy csatorna volt, és szerintem fontos volt, és színvonalas, és szolgáltató. Ugye ez nagyon bele lehet szeretni a televíziózásba, és azért látunk sokakat, akik szenvedélyesen gyakorlatilag a képernyő függésig eljutnak ebben az ívben. Vagy nagyon nehezen jönnek le a képernyőről, vagy van bennük görcs, hogy kapaszkodjanak, mert van ennek is egy varázsa, mint hogy a színpadnak van varázsa, a stúdiónak is van varázsa, vagy valaki számára a népszerűségnek is van varázsa és hozadéka. De 2011-ben egyszer csak történt valami. Igen, elvették a játékomat, de hozzátartozik, hogy akkor kb. 8-10 hónapja már nem szerettem játszani a játékomat. Valami olyan cikk van még arról fenn, hogy az úthenget, hogy ledózerolták a Magyar Televíziót, és ott elképesztő mennyiségű embert tettek lapátra. De ott még azt találtam, hogy veled még műsorokról tárgyaltak. Igen. Nem egyértelmű volt, hogy téged eltávolítanak. Lehet, hogy nekik egyértelmű volt, de egymásnak, az Eszter Ezi mondja, hogy sok egymásnak ellentmondósebből vérzett a szituáció, tehát hogy nem lehetett tudni, mintha reménykedtem volna, miközben nem éreztem már jól magam. Miért? Azért, mert engem ez a, ugye a tévében állandóan a politikai váltásokat, és tudom, nem politizálunk, de a váltásokat megéltük. Jöttek a kurzusok, ilyen. Csak engem ez az utolsó, az a akkori, az a hírfőszerkesztőségen talált. És én oda beszorultam.
ott egyszer csak ment a diktátum, hogy most akkor mi a... És a kulturális részlegen ez engem nem ért annyira, amikor ott dolgoztam, vagy a szolgáltatóba, mit hol vegyünk és mit olvasunk ma. De ott a hírfőszerkesztőségen nagyon, nagyon élesen és nagyon durván valami olyasmi következett, amit én nem, én ezt gondolom az újságírásról. Tehát, hogy ott elveszett az a szabadság, meg az, ahogyan én szocializálódtam a magyar televízióban, hogy mindenkit megkérdezünk, megnézzük ezt az oldalt is, azt, majd a kedves néző meg eldönti, hogy mire voksol, mit szeretne. És ez megbillent. Most akkor ne tovább, hogy finoman fogalmazzak, tudnék ennél. Szóval, hogy így a műfaj és az attitűd, ezzel én már nem tudtam együtt menni. Oké, de akkor mi történt másnap? Hát ezt gondolom nem úgy volt, hogy televíziósként elaludtál, aztán felébredtél trénerként, coachként, szupervizorként, nem tudom. Tehát, hogy végül is egy olyan sikeres 20 év után egy teljesen más szakmában kezdtél el nyilván tanulni, energiát, mindent belefetszölni, mert ez nem úgy volt, hogy mindenhez értünk. Nem. Fájt nekem sokáig, de egy nyaram volt körülbelül, amíg így nyalogattam a sebeket, nagyon fájt. Rögtön hívtak műsorba, hogy legyek szerkesztő, de ott akkor annyira polarizált volt már, tehát hogy valamilyennek kellett volna lenni. Nem volt hozzá kedvem. Elfáradtam abba, ami ott ért minket, és nem volt kedvem, főleg nem ilyen közéleti vagy politikát súroló vagy érintő műsorokba lenni, és nagyon gondolkodtam. Én egyébként amúgy is úgy életkorilag, meg valahogy ott tartottam már a tévézésből, hogy olyan jól esett volna már tanítani, meg átadni, meg azt, amit megtanultam tovább, akkor mentorálni mondjuk felnövekvő tévéseket. Meg a tanítás nekem az volt, ami még egy ilyen ősi becsülődés. Úgyhogy még ugye nyelviskolát is vezettél. Vezettem is meg. Nyelviskolát is, meg én nagyon szerettem tanítani mindig. És ez volt az első ilyen beégés, az apukámnak a óráira beültem ilyen picinek, és akkor láttam, hogy okos, és nevetnek is rajta, meg fontos, meg szigorú is, meg komoly dolgok történnek, de mégis, tehát hogy ez nekem nagyon tetszett. Na, és én gondolkodtam már tévés koromban is, hogy kéne tanítani, mert én nagyon sikeresnek éltem meg magam, amikor nyelvet tanítottam, meg ugye irodalmat is taníthat, de úgy nem tudtam fogást találni, hogy mi legyen a tananyag. Csak maga ez a műfaj, hogy tanítani, ez vonzott engem. És akkor úgy jártam, hogy hát a szél jól fújt, voltak újságíró barátaim, és valaki beajánlott engem egy hölgynek, aki éppen egy alapítványt létesítette, az Emberi Egészségügyért Alapítványt. Mert hogy észrevette, hogy nem csak a pénz, hanem a lélek is veszőben van, kiveszőben ezekből az egészségügyi intézményekből, még ha összefüggés is van, de van olyan szegmens, vagy olyan, ami nem a pénzem múlik, vagy nem múlna a pénzem. Na és hogy egy ilyen alapítvány, és hogy hát én jól írok, akkor ezt a honlapot írnám-e? És akkor szépen elkezdett vinni rendezvényekre, helyekre, és kiderült, hogy ő egy szervezetfejlesztő cégnek a tulajdonosa. Én meg nem tudtam, hogy mi az a szervezetfejlesztés, mert ez nem volt meg abban a tévés 20 év alatt, nem tudtam, hogy van ilyen iparág egyáltalán. És a szervezetfejlesztők kiderült, hogy azzal foglalkozzanak, hogy az emberek a lehető legjobban érezzék magukat a bőrükben, a munkahelyükön, és jól tudjanak egyensúlyt teremteni az életükben, meg a munka, a mag, stb. De legfőképpen, hogy a munkahelyükön a lehető legszínvonalasabban, hatékonyabban, kiégésmentesebben tudjanak gondoskodni saját magukról. Hát és ez teljesen új volt nekem. És akkor miközben ezzel a Mezei Andi nevezetű hölgyel jártam így a szervezetfejlesztő világot, közben beiratkoztam Stikába. Az egész televíziós
nem túl jelentős, mert akkor volt megvágva, limitálva, de az egész végkielégítésemet betoltam egy ilyen szervezetfejlesztő és trénerképző iskolába. Remek tanáraim voltak, a mérőtanár úr, Síklaki professzor, a szociálpszichológus, a szervezetfejlesztés atya ott volt, pszichológusok, hát csodálatos volt. És ez egy valami vadonatúj világ volt. Tehát beültél az iskolapadba? Be. És isteni volt? Hát igen, az egész volt. És akkor mi volt a víziód, hogy ezzel mifele mész? Hát az volt a szerencsém, hogy megint, hogy rám talált a vízió. Van egy kedvenc Vörös Sándor versem, hogy a célom ismer engem, és ebben így ez az utolsó sora, és hogy ebben így, hogy végignézek tulajdonképpen, ebben így lehet bízni, hogy a célom ismer engem, valahogy össze szoktunk találkozni. És az volt a szerencsém, hogy az Andival jöttem-mentem, és ugye a Magyarország top 3-ban, de inkább top 2-ben a legnagyobb szervezetfejlesztő cégének volt ő a tulajdonosa. Hát ha valahol gyorsan, hatékonyan mindent meg lehet tanulni, ha valakinek ambíciója van, az egy ilyen cég. Mert sokat dolgoznak, sokfele dolgoznak, nagyon széles a spektrum, hogy kiket tanítanak, kikkel foglalkoznak, és az iparágakat, meg a tananyagot, amit emlegettem, hogy nem tudtam, hogy mi lesz a tananyag, azt hát ott meg lehetett nagy mesterektől tanulni, és csodálatos volt. És nem tört rád időnként nosztalgia a múlt iránt? Dehogy nem, ilyen betöréses, vagy hogy hívják, amikor a traumák így, ilyen emlékbetörések jöttek, mert ez azért ez hát 20 év az 20 év. Bírtál tévét nézni? Tévét nem, még most se. Tehát azokat a típusú műsorokat meg végképp nem tudom nézni, amiket annak idején csináltunk, azt nem tudom nézni. Ideges leszek tőle, meg türelmetlen, meg tulajdonképpen értetlen, hogy ez még mindig van, ez a műfaj. Tehát, hogy az is benne van, de nekem nincs türelmem nézni. Fájdalmas volt, és kerestem, hogy akkor jó, akkor forgassuk le a tréninget. Vagy akkor, tehát hogy minden áron valami kameraszagot, vagy valahogy még a kettőt hogy lehetne kombinálni. Hát mára ebből az maradt, hogy alkalmasint média tréningeket csinálok, és akkor olyankor egy kamera valahogy bekúszik a képbe, és akkor ez a régi érzés jön. De ez nagyon ritka, mert nem ez a fő profilom. Csak valahogy megtalálnak így, úgy, amúgy még ezzel. De érdekes, hogy szerintem ugye akkor, amikor te tévéztél, azért már volt bulvár, hiszen 97-ben indultak el a kereskedelmi tévék, akkor robbant be ez az egész, és indult el aztán a celebesedés felé, és azért a 2010-ig képernyőn voltál, de te nem nagyon szerepeltél, nem hakniztál a két gyerekeddel, fiaddal, lányoddal, a pároddal, a magánéleteddel, tehát te valami, tehát te ketté választottad, hogy volt a hivatás, és egyébként a privát ez élet. Ez a közszolgálatiság, ez nekem komoly volt. Én egy nagy bohóc vagyok az életben, de ott a tévében nekem nem volt ingerenciám ezekhez a könnyedebb műfajokhoz, és maradtam is ott a közszolgálatiban, amikor már el lehetett volna pályázni. És egyébként... Meg se fordult a fejedbe, hogy elmegy egy kereskedelmi tévébe? Vagy ott nem láttad magad? Nem, olyan kiforratlan, kialakulatlan volt, és nem igazán, meg más élethelyzetben voltam már, ahogy mondod, hogy már azért így gyerekek, meg... Már nem voltam annyira szabad, hogy úgy... ugrabugráljak, és amikor még én, hogy mondjam, hajlamos voltam beszélni magamról, akkor még nem volt internet, ilyen print újságok még anyukámnak, ilyen lepréselt újságok még megvannak. Csak abban is az volt az élményem, hogy nagyon szenvedésen elmeséltem ott az egyik labban, címlaplány, és elmeséltem, hogy hogy ismerkedtem meg a nagy szerelmem, és micsoda romantika, és hogy kérte meg a kezem, és nem. És mire megjelent a lap,
már el voltunk válva. Már hogy így már a jegygyűrű se volt az ujjamon, és akkor azt gondoltam, hogy hát ez nagyon csúszományos ez a... Igen, tudom, amikor mondjuk azt, hogy Molnár Anikó hatodszor megtalálta a nagyőt. Ez, tehát a nagyőt azt, igen, hogy, mert ez a veszélyes, hogy az ember a boldogságát kommunikálja, akkor utána... Az olyan kínos volt, amikor megjelent az az újság, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát, hogy ez csak de ilyen gyorsan lesz, azért egy két igen, hét... egy nagy sebességgel fogyasztottam akkoriban. Tehát, hogy nem, de hogy tényleg az egy ilyen válsághelyzet volt, és elég gyorsan és intenzíven lekeveredett az a történet. De szépen mondtad. Hát ilyen tévésen lekevert. Vége főcím leblende. Stáblista. Igen. Stáblista. Igen. És akkor valahogy azt érezted, hogy ez nem jó játék? Hát még a Flórát, első gyermekemet azért megmutattuk, mert azt gondoltam, az nem változik, ha már egyszer megszültem, ő megvan. Az... Tehát, hogy akkor ott ez... már nem lesz csere. Ez már nem lesz csere, és tulajdonképpen lehetett volna nagyobb bizalmam, de aztán meg már el is keveredtem ebből a műfajból. Nekem ez a záró rész a tévézésben, nekem az volt szakmailag a csúcs, és hogy kérdezted, hogy hogy van ez a képernyőhöz kötődés, és az pont egy ilyen csodálatos átmenet volt a képernyőzés, meg a háttérmunka, meg a szerkesztés riporter. Én a Szempontban dolgoztam 2 évet, ami szerintem egy nagyon színvonalas korlenyomat volt. Hetente olyan dolgozatokat tettünk le, amit szerintem mai napig, ha valaki arra az időszakra kíváncsi, hogy mi történt Magyarországon, szerintem ha azt végig pörgeti, akkor abból kiderül. De végül is 2010-ben megkaptad a minőségi újságírás díját, de azt nem tévés munkáért. Nem, írtam, igen. Írtam én az Éva magazinban, vagy 6-8 évig biztos. Most lehet büszkélkedni, ugye? Hát, most volt az Éva. Nem, az Éva, miért vagyunk itt? Büszkélkedünk veled. Az Éva magazin most volt 15 éves, és akkor minden évből így beidéztek cikkeket. És a 15-ből 11 vagy 12 évben az én cikkem ott volt, mint ilyen vezető, vagy ilyen nagyon népszerű cikk. Úgyhogy arra nagyon büszke vagyok, ebben a válogatásban benne van. De jó. Igen. Most ugye... És ott nem, ott az Éva magazin az nem úgy volt, hogy ilyen, nem tudom, ilyen mellfelvarrásról, vagy valamilyen... Nem. Hanem ott már azokat a témákat igényelték, és lehetett dolgozni vele, amik akkorra már engem nagyon érdekeltek. Akkorra már elkezdtek érdekelni az emberek, meg az igazán az emberi történetek. Fogékonyabb lettem erre, életkorral is, meg az élethelyzetem is úgy alakult, hogy ez megérkezett. És annak a tematikája akkor miről szólt alapvetően? Hát ahogyan a szempontos időszakban is már megtaláltuk egymást azokkal a témákkal, ahol olyan embereket tudtam megmutatni, meg élethelyzeteket, akik bajban vannak. Tehát neked van egy ilyen nagyon komoly szociális érzékenységed? Lett. Nem volt. Régen nem érdekelt, aztán lett. Megvan ennek a személyes történetemben is valószínűleg az oka, de hogy ezt az érzéken. Tehát tulajdonképpen történtek olyan drámák a felnőtt életemben, amiknek akármilyen furán hangzik, hálás vagyok, mert olyan módon érzékenyítettek engem. Addig nem volt szükségem erre, úgy mentem, úgy zúztam a világban, és nem volt igazából nem figyeltem nagyon oda. Uh-huh. És nem volt egy... tudatosságom. Voltak igen olyan sztorik az életemben, amik így megállítottak, és akkor valószínűleg ez akkorra tehető, amikor elkezdtem másképp figyelni, vagy más látni. És az, hogy valaki, akit már akár a startnál elgáncsolnak, tehát hogy esélye nincs az egyenlő pályák, egyenlő esélyek mentén benevezni azokba a társadalmi helyzetekbe, a versenyekbe, az iskolába, egyáltalán ez az élni tudni művészetbe.
tehát hogy ez nagyon megható, meg nagyon fontos lett nekem, hogy amennyire újságíró eszközökkel tudok, tegyek azért, hogy érzékenyedjen ezzel kapcsolatban a világ. De ott már nem érsz, viszont az újságírás azért még benne van az életedben? Időről időre inkább már ilyen emberfejlesztős szakmai cikkeket írok, meg hogyha megtalálnak, megint csak ha megtalálnak, ugye én nem forszírozom, de hogy van, amit így... Nem nagyon tudok nemet mondani, ha megkérdeznek, vagy megkérnek, hogy nem írnád meg. És akkor most írtam, például az Évába is írtam egy címlap interjút, meg most volt egy csodálatos kirándulásunk Olaszországba. Ami Péter Figergelynek Utas és a Holdvilág mentén szerveződő út. Irodalmi túra. Irodalmi ugye túra. Gergővel, akivel ott együtt voltunk egyetemisták. Meg a regény, ugye ez a kultikus regény, meg az olasz táj, és akkor megkértek a Forbes-osok, hogy akiket egyébként szoktam tréningezni, hogy ugyan nem írnám-e meg. És akkor azt szokott történni, hogy iszonyú boldogan elvállalom, és akkor utána viszont meg kell írni. De, ezt ismerem. És akkor az úgy van, hogy amikor elvállalom, büszke vagyok, hogy egyáltalán megtalált a kérés, és nagyon, utána meg kell írni, és utána meg megint nagyon büszke vagyok, amikor a végtermék ott van, és akkor mégiscsak valami, hát valami maradandóság mégiscsak. De ebben az életedben, ahogy most be vagy rendezve, hogy be van rendezve szakmailag, magánélet, ebben jól érzed magad? Most ez így nagyon, jó? Most nagyon, mert semmilyen módon nem vagyok cenzúrázva. Tehát magamat cenzúrázhatnám, de most már abban az életkorban vagyok, hogy de cenzúrázza. Tehát nem fogom magam cenzúrázni, vagyok, aki vagyok. És olyan csodálatos, hogy sok tréninget tartok, ilyen szervezetfejlesztős workshopok, ilyesmi, becsukjuk az ajtót, és azt mondunk, amit akarunk. És együtt vagyunk, és mondtad ezt a tévésszerelem, meg színház, nekem van egy ilyen küldetésem, ilyen médium, tehát hogy így közvetíteni, mondjuk költők, írók, meg nagy gondolatok, hogy így eljusson az emberekhez, hogy azt olyan esztétikus, vagy olyan formába önteni, hogy az eltalálja az embereket. De őszintén szólva ez a mostani szakmám, ez az első igazi interaktív szakma. Tehát az, hogy belebeszélek a képernyőbe, aztán majd lesz valami, meg aki akar, az ír, vagy nem tudom, vagy köszön, vagy nem tudom, de igazából nem tudom, hogy mi történik. És most minden nap az van, hogy 10-12 emberrel így becsukjuk az ajtót, mindenki saját róluk szól, együtt vagyunk ebben a fazékban, ott fölünk, a levünkben, és nagyon egyértelmű, hogy érdekli, nem érdekli, figyel, nem figyel, mindjárt elalszik, vagy menekülne magától, vagy a témától, vagy a nem tudom mi, de azért jöttünk össze, hogy valami történjen. Ne menjünk el úgy, ahogy jöttünk. Valami más legyen. És megéled azt, hogy valami változik. Jaj, és nagyon, nagyon, ez csodálatos. És persze egyre nagyobb türelemmel vagyok, mert nem lehet az embereket kirángatni, meg átrángatni lépcsőfokokon, mindenki a saját tempójában tud haladni abba a felé, ahol jól érzi magát, vagy egyre jobban érzi magát. Tehát, hogy egyre nagyobb türelmem van ezzel kapcsolatban, és emiatt aztán nem fáradok el attól, hogy elképzelek valamit, hogy minek kéne történni, hanem az van, ami van. És nagyon, ez nem tudom, van-e érdekesebb annál, mint hogy az ember saját magával törődik, meg foglalkozik, meg megismeri azt, hogy amikor reagál valami helyzetben, hogy az miért, hogy ki van József Attila, hogy ki mozdul bennem, tehát apám, anyám, vagy mi közöm van ahhoz, ahogyan én vagyok, és hogy tudok-e másmilyen lenni, kell-e, szeretnék-e másmilyen lenni, mi az, ami hasznos abból, amit hozok, amit akár ilyen kisgyerekkorban, tudattalan állapotomban így összeszedtem egy túlélő csomagot. Mi az, ami ebből ma még mindig hasznos, mi az, amit
amihez érdemes hozzányúlni. Szerintem ennél nem tudok izgalmasabbat, vagy érdekesebbet, hogy az emberek így elkezdjenek foglalkozni. És olyan jó, hogy egyre többen, és egyre nagyobb az igény, igen. Ez csodaság. Szokták mondani, hogy jaj, már mindenhol coach van. Igen, legyen mindenki coach. Én kitörne a világbéke, hogyha mindenki coach lenne, úgyhogy csak legyen mindenki. Ha mindenki tudna aktívan figyelni, értő figyelemmel, igen. És támogató módon kérdezni, igen. És beszélgetni. Igen, és hogy így szembenézni, és kapcsolódni. És kapcsolódni. Hát most akkor minek vagyunk itt, hogyha nem a kapcsolódás véget. Hát ez a legnagyobb élmény. Na akkor mondd nekem, hogy szerinted számodra mit jelent a siker? Titka van, vagy ára? A siker? Hát, hogyha azok, akik körülöttem vannak, valamilyen felelősséggel vagyok, úgy vannak körülöttem, ha ők jól vannak, vagy ha nekik csillog a szemük, az a siker. És a gazdagság, pénz? Pénz az kell. Én azt figyeltem meg, hogy nekem soha nem volt nagyon sok pénzem, de mindig egy kicsivel több volt, mint amennyire szükségem volt, tehát, hogy ezzel a lazasággal tudtam lenni az életben, hogy egy kicsivel mindig több van, tehát hogy van valami tartalék. De ennyi. Azért ez adja a biztonságérzetet. Boldogság, elégedettség benned hát ezek neked? Így együtt. A siker és a pénz. De nem, az elégedettség az, amikor viszony, hát olyan nincs, hogy az ember nem zökken ki a középpontjából, de minél gyorsabban tudok regenerálódni, vagy így újraépülni, hogyha valami vihar van, és hogy tudok így támogatóan lenni azokkal, akik fontosak nekem, az olyankor elégedett vagyok. Itt vagyunk az 50-es éveink közepén. Pimaszul, te fiatalabb vagy nálam 2 évvel, na mindegy, ezt hagyjuk. Komolyan. Mindegy, ezt hagyjuk. Hát még behozhatjuk, amit még csinálhatunk ezzel. De hogy ugye megvolt 20 év tévé, most már 12 éve, gyakorlatilag 11 éve csinálod ezt az új és nagyon interaktív és téged inspiráló és napi színpadot jelentő tréningeket, coachingokat, workshopokat. Te mifele törekszel még, Patika? Egyszer egy ilyen életkereket össze kellett rajzolni, és akkor még ilyen félöntudatlan állapotomban, de nagyon intuitívan. Ez, amit most élek, ezt úgy neveztem el akkor, valamikor 10 évvel ezelőtt, hogy most vagyok ilyen új vagány. Én ezt így hívtam. Ez körülbelül az, ami egyébként most beugrott, ez a nem fogom cenzúrázni magam, próbálgocs. Most már ugye egy csomó minden program, alapprogramok lefutottak, gyerekek már most lassan majd élik a... És akkor még ez a még mindig ilyen kísérletezős, ez a még mi fér bele. És akkor én azt gondolom, hogy jön majd ez a bölcsesség kora, amikor ez a tudásátadós, hogy milyen formában, azt nem tudom. Régóta szlalomozom, de csak le fogok egyszer ülni, még egy könyv is van ebben, lehet, hogy 2. Egy szakmai könyv is van benne, meg valószínűleg egy másfajta könyv is van ebben. Úgyhogy így látom magam, ahogy Balatonfüreden ülök a teraszon, és tulajdonképpen már nincs más dolgom 2 kávé között, mint hogy intenzíven pöttyögjek. Ezt is el tudom képzelni. Meg az is jó, hogy egyébként meg fogalmam sincs. Tehát, hogy az meg még jobban felvillanyoz, hogy nem tudom elképzelni, és ez a célom ismer engem, nekem ez egy megnyugtató irány. Legyen így. De most akkor nem számítógépen pöttyögünk, hanem kérlek, hogy az emlékkönyvbe írjál. Az emlékkönyve, amiből talán már súgtam neked, majd egy kiállítás is lesz itt a Kulturális Központban. Hú, van, aki regényt írt. Van, de de van, aki csak ennyit írt. Tehát, frappáns mottóké, vagy valami. Hát neked van egy csomó a fejedbe, tudom. Hát te tudsz írni, csak ettől tartok, hogy ez meddig fog tartani? Nem. Ha itt cizellálod. Csak nehéz olyan. Tudod, ez egy kicsit ilyen üzenet a tarjániaknak, akik ide eljönnek, és minden vendégtől, akik itt gyakorlatilag, mit tudom én, 20 ember itt megfordul ebben az évben, mindenkitől van valami személyes
inspiráló üzenet? Én azt szeretném, hogy az emberek gyengédek lennének egymással. Ez azt jelenti, hogy van ott a cégben egy mondásunk, hogy senki nem jó dolgában hülye. Tehát, hogy mindenkinek megvan a jó oka arra, hogy éppen hogyan viselkedik, és éppen hogyan reagál. És az lehet, hogy nem illendő, vagy alkalmasint rálép vele az én tyúk szememre, de az, ami miatt ő ezt csinálja, lehet, hogy ügyetlenül, de amiből ez fakad, az meg nagyon emberi és elfogadható. Tehát, hogy ott nem ütközünk azon a szinten, hogy ki milyen szükségletét próbálja, hát cizelláltan, vagy kevésbé cizelláltan. És ez a gyengétség nekem nagyon, ezt jelenti a gyengétség, hogy ne ítélkezzünk, mert nincs hatalmunk ítélkezni. Az erő meg azt jelenti nekem, hogy amikor így össze tudok kapcsolódni én a saját érzéseimmel, szükségleteimmel, és képes vagyok figyelni a másikra. Na, én ezt fogom írni, hogy... Ne mondd el pontosan, hogy mit írsz, mert az meglepi. Ja, jó. Hát körülbelül akkor jó. Ezen gondolatok mentén fog kikerekedni. És akkor még, nem tudom, ilyen generációkon átívelő mondatot kéne. Most már így arisztotelészi mélységekben kezdünk. Jézusom, de hogy így a befogadó közönség. Azt figyeltet, hogy jó. Szalad papíron a toll. Én akkor viszont most megköszönöm a figyelmét mindenkinek, a televízió képernyője előtt is, és itt a helyszínen is, és most egy pici nyári szünet következik, júliusban, aztán szeptember elején fogunk találkozni, de a plakátokról mindenki értesülni fog, meg a Facebookot is érdemes figyelni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy inspiráló volt az én sztorim, illetve a két hölgy sztoria. Köszönöm.